Az év leginkább vált sporteseményei Győrben, amely nagyon sok nézőt is megmozgat természetesen, a második VHB Győr Rally volt. Az első versenyt 2023-ban az év rally versenyének választották, és nem akarták alábbadni a szervezők a második Győr Rally színvonalából sem. Szerették volna nyilván ezt is ugyanolyan jóra, vagy még jobbra megszervezni. De mögött persze rengeteg munka van. Én a háttérbe akarok egy kicsit betekinteni, a kulisszák mögé, hogyan is jött a Győr Rallynak az ötlete, illetve hogyan tudták ezt megvalósítani később. És erről beszélgetünk Czézinger Kristóffal, aki a második VHB Győr Rallyt szervező TRP Hungary Kft. Rendezvény szervezője, illetve az operatív szervezője konkrétan ennek a rendezvénynek. Kristóf, a rallis múlt az nálad nem idegen, tehát te nem úgy csöppentél bele ebbe az egész szervezésbe, hogy kívülről külsősként, és akkor abszolút nem láttad át a rallinak a mikéntjét, meg ennek a sportágnak a közegét. Te hogyan barátkoztál, meg hogyan kerültél be ebbe a sportágba? Igazándiból egészen kis gyerekkorom óta részese vagyok ennek a csodás sportágnak. Édesapám révén kerültem bele ebbe a körforgásba. Szerintem 2 éves koromban vitte először versenyre, és onnét kezdve gyakorlatilag szinte minden évben, minden egyes bajnoki futamon ott voltunk szurkolóként. Későbbi évek folyamán megismerkedtem a fényképezéssel. Egy kedves barátunk által, Szalai Róbert adott a kezembe először fényképezőgépet. Nagyon régóta, szerintem 80-as évek óta fotóz rally versenyeken. És akkor tényleg, mint a régi időkben úgy jártuk a versenyeket, hogy sátraztunk, táboroztunk, több napig ott voltunk, szurkoltunk. Egy nagyon-nagyon jó időszak volt ez. És akkor a fényképezés is eltartott egy pár évig. És utána, ahogy idősödtem én is, közeledtem a jogosítványszerzés felé, egyre jobban eljátszottam a gondolattal, hogy milyen jó lenne, hogyha a kamera másik oldalán is részt tudnék venni. Gyakorlatilag 2013-ban nyílt arra lehetőség először, hogy el tudtunk indulni egy sprint futamon, az itt Győr környékén, pont Rábaringen volt egyébként, illetve az Etóparknál volt ennek a versenynek a prológia, úgyhogy így elsőre egy számomra nagy rendezvényen tudtunk debütálni, és ez jól is sikerült, dobogóra is tudtunk állni egyből kategóriánkban, úgyhogy így kezdődött ez az egész. Az évek alatt számtalan autótípust kipróbáltunk, versenyeztünk Skodával, Suzukival, Ladának több típusával, úgyhogy megismerkedtünk első kerékhajtás, hátsó kerékhajtású autókkal. Közben volt, hogy átültem a jobb oldalra, pár barátommal egy-két futamot mentünk így navigátori szerepben is, valamint volt, hogy szervizesként is tevékenykedtem ebben az egész millióban, úgyhogy mondhatni, hogy minden szegmensét ismerem. És elérkezett igazándiból a 2020 környéke, amikor adódott egy olyan lehetőség, hogy munkám révén is el tudtam kezdeni ezzel a sportággal foglalkozni, ami igazándiból azt mondom, hogy számomra egy álomszerű dolog. Szóval így annyira nem érdekelt soha semmi igazándiból a rallin kívül, és az, hogy ebbe bele tudtam úgy csöppenni, hogy a hétköznapjaimat is ezt tölti ki, azt tényleg azt mondom, hogy számomra egy ilyen álomszerű dolog. Menjünk még vissza oda egy kicsit, amikor a versenyzés elkezdődött, és jártatok versenyekre. Én emlékszem, ahogy belecsöppentem ebbe a világban, én nyilván nem ennyire voltam én benne, mint ahogy te, de voltak nagy versenyzők akkor, akik miatt én megszerettem a rallit, és akik ebbe a közegbe bevittek egy kicsit, ugye Győrből Bogeszék, Faltus Petiék, Aschenbrennerék mentek annak idején, Maticsék, akik nekem nagy-nagy kedvenceim voltak. Tehát volt, ami megfogja az embert. Akkoriban kik mentek, és kik voltak azok a nagy példaképek, akikre akartatok egy kicsit hasonlítani a magyar mezőnyből? Hát én megmondom őszintén, hogy nekem egy nagy-nagy kedvencem Kővári Barna volt, aki egy Trabanttal autózott nagyon látványosan a 90-es években, illetve 2000-es évek elején. Úgyhogy ő egy nagyon nagy kedvenc volt, valamint az akkor versenyző Ladás közeg is hatalmas élmény nyújtott, valamint így a 2000-es évek elején az úgynevezett nagy VRC-k még
hát az egy csoda volt. Szóval tényleg ott Turi Tomi, Szabó Gergő, Janika iszonyatosan látványosan autóztak, úgyhogy tényleg az egy nagyon jó időszak volt. Te említetted a Ladát, meg hogy Ladával is mentetek meg ez a ladás kultusz, ami Magyarországon kialakult. Egyrészt, hogy ennek mi az oka? Tehát próbáltuk ezt már megfejteni, és nyilván szakmán belül ezt sokkal jobban tudják, hogy Európában is mindenhol csodájára járnak annak, hogy Magyarországon ez így megmaradt. A rallis ladások gyakorlatilag, máshonnan is ide jönnek nézni versenyeket, és tanácsokat kérnek, rácsodálkoznak erre. Egyrészt hogyan érzi ebben magát az ember, amikor benne van, másrészt meg miért ilyen kultikus ez a dolog? Ez egy nagyon érdekes dolog. Itt mint szakmán belül is vannak, akik úgy vélekednek, hogy a Lada ez egy olyan jármű, aminek minden porcikája gyakorlatilag alkalmatlan a versenyzésre. Szokták mondani, hogy állásában is elromlik néha, amikor hát, csak a garázsban van. Igen, de én ezt kicsit azért megcáfolnám, hogy eljutott olyan szintre már ez a ladás versenyzős dolog, hogy szerintem 10 évvel ezelőtt is azt gondolták az emberek, hogy mondjuk amit eddig kitaláltak bele, kifejlesztettek, az a csúcs, hogy ennél nincs tovább, nem tudnak nagyobb teljesítményt kicsikarni a motorokból, de évről évre, ahogy fejlődik a technológiák, megjelennek új anyagok, új lehetőségek, egy csomó olyan dolog van, amit úgymond a gyári versenyautókból átvéve belefejlesztenek a ladákba, és most már tényleg egy ilyen űrhajókról beszélünk, hogy nagyon gyors, nagyon jól vezethető autók alakultak ki ezekből a ladákból, úgyhogy szerintem egy hatalmas élmény ezzel versenyezni, illetve ami nem mellékes, amiért szerintem nagyon imádják sokan, hogy nagyon látványosan is lehet vele közlekedni. Ugye elég könnyű az autónak a hátulja, hátsó kerékhajtás van, ezáltal tényleg egy látványos autózást lehet vele elérni. De benned van-e olyan kétség, vagy vannak olyan kétségek, hogy versenyzőként mondjuk, hogyha vágytál valamire, hogy ezt is ezt szeretnéd elérni, egyrészt eljutottál-e oda, vagy azt mondod, hogy lehetne ebből többet kihozni, de akkor nekem maximálisan a versenyzésre kellene figyelni, és akkor például a versenyszervezői munka látná kárát. Tehát neked valahogy ugye meg kellett ezt osztani, benne vagy ebben a világban, ez biztos, hogy élvezet, hiszen elmondtad, hogy ez neked a világot jelenti, csak hogy ha egyikre másikra nagyobb hangsúlyt fektetnél, akkor lehetne mondjuk versenyzőként többet elérni, vagy ez így tökéletesen jó egyensúly? Erre azt tudom mondani, hogy így a úgynevezett pályafutásunk első részében, vagy első éveiben nagyon jó részeredményeink voltak, viszont a technikai problémák elég gyakran tolértek bennünket, hogy olyan dolgok jöttek elő, amire szerintem mások nem is gondolnak, meg senkinél nem történtek ilyenek. Nagyon balszerencsések voltunk, úgyhogy rengetegszer volt az, hogy a kategória éléről kellett feladni versenyt, vagy visszább csúsztunk technikai problémák miatt, de azért így is pár szép dobogós helyezést el tudtunk érni, illetve hogy egyre feljebb tudtunk lépni ugye a sprintekből a másodosztály mezőnyébe, majd pedig az első osztályba, illetve külföldi versenyeken is részt tudtunk venni. Ugye azt mondom, hogy az utóbbi években sikerült eljutni oda, illetve talán ez a balszerencse dolog is kicsit fordult, hogy végérünk a versenyeken, és általában ott vagyunk a kategóriánk első felében dobogókon. Úgyhogy azt mondom, hogy ez egy jó dolog, illetve amire így vágytam korábban, hogy mondjuk a dobogó legfelső fokán tudjunk állni, ez hál' Isten megvalósult már, de ami egy nagyon nagy álom, és azt mondom, hogy nem tettem még le róla, de ahogy említetted, a munkával elég nehéz összeegyeztetni, hogy egyszer egy évben egy teljes bajnokságot tudjunk menni, az egy nagyon nagy álom még, ami várat magára. Igazándul azt mondom, hogy ilyen évi 3-4 versenyek, ami reálisan így bele tud férni az időbe, illetve így évről évről, hogy most egyre több a munkahelyi elfoglaltságom is, még nehezebb ezt összeegyeztetni, de bízok benne, hogy egyszer valahogy sikerül összehozni ezt is. Beszéljünk egy kicsit akkor a harmadik részéről ennek a történetnek. Ugye az első az volt, amikor rajongóként, fotósként ott voltál a versenyen, de nem teljesen 0 kilométeresként, hiszen ez a közeg ez ott volt körülötted mindig gyerekkorodban is. Aztán onnan egy ugrás volt a versenyzők közé, és amikor versenyzőből lettél tapasztalattal, már versenyzői tapasztalattal rendezvényeknek a szervezője, vagy a szervező csapatának a tagja, akik aztán rali versenyeket is elkezdtek szervezni. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy
tényleg a pályám elején úgymond még kívülről csodáltam ezeket a versenyzőket, akik koptatták akkor az aszfaltot, vagy épp a murvás utakat. Majd ahogy bekerültem versenyzőként, egyre több embert megismertem, illetve most, ahogy már a szervező oldalon tevékenykedek, szinte minden versenyzővel személyes kontaktban vagyok, és többekkel baráti kapcsolatot is alakítottam ki. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy tényleg így egy kívülről rajongóként indult ez az egész, és eljutottunk odáig, hogy mondjuk többszörös bajnokokkal akár baráti kapcsolatban vagyok. Ez szintén egy nagyon pozitív dolog számomra. Győr Rally. Megérkeztünk ide, mert hogy a TRP Hungary ugye az elsőnek a szervezésében is ott volt, hiszen az egyik nagyon fontos összetevője, sőt a fő szervezője az egésznek. Aztán olyan jól sikerült ez a verseny, hogy az év versenyének választották, és szerintem nem várt sikert hozott, mert biztos, hogy lehetett sok mindenre számítani, de arra, ami aztán a végén lett belőle, az nagyon-nagyon sokakat meglepett. Ennek a kiinduló pontjához menjünk vissza, és én a Falconban mondtam, hogy minden nagy ötletnek valahol megvan az a pont, ahonnan kiindul. Vissza lehet fejteni a szálakat, vissza lehet egészen addig menni. A Győr Rally esetében mi volt ez a pont, ahonnan az egész kiindult, ahol a hógolyó elindult a hegy tetejéről? Gyakorlatilag mondhatom azt, hogy ez 2022-ben indult el, vagy akkor láttuk a fényt, hogy ebből lehet bármi. Korábbi években mindig így a helyi rally közösség tagjaival álmodoztunk, beszéltünk rá, hogy milyen jó lenne visszahozni bizonyos pályákat, milyen jó lenne, ha lenne a környéken egy nagyobb verseny. És akkor 22 év végén adódott egy olyan lehetőség, hogy korábban Zalaegerszegen rendeztünk úgynevezett rally show-kat, ami tényleg az élményről szólt, volt belvárosi szakasz, ami nagyon népszerű volt. És ennek ötlete kapcsán gondoltam egy nagyot, és arra jutottam, hogy milyen jó lenne ezt Győrben is megvalósítani. Csináljunk egy rally show-t Győrben. Nagyon jó az elhelyezkedése, környező országokból is megközelíthető, a város is gyönyörű, van olyan része, ahol a belvárosi szakaszt is ki lehetne alakítani. Úgyhogy innen indult az egész, és gyakorlatilag ott a szakág vezetéssel, illetve a TRP vezetésével ötleteltünk. Ez a rally show dolog egy kicsit tovább lett gondolva. Először arra, abba az irányba mentünk, hogy másodosztály, illetve harmadosztályú futamként hozzuk vissza a Győr Rallyt, és akkor ez egy pár napon belül még tovább lett gondolva, és húztunk egy nagyot, és az összes bajnokságot idehoztuk 23-as évre. És mondhatom, hogy ez tényleg egy nagyon jó irány volt már, mert tényleg egy nagyon népszerű versenyt sikerült kialakítani. Győrben nagyon ki voltak éhezve erre a rally rajongók, és szerintem az országból mindenhonnan be volt ez már tervezve, hogy akkor jönnek a nézők, mert óriási kíváncsiság, érdeklődés övezte ezt az eseményt, hogy az országos rally bajnokságba tudtátok visszahozni. Tehát ez egy óriási lépés volt, és 3 évtized után került be Győr ugye ebbe a programba. Közben voltak a Budapest rally futamaiként gyorsaság ugye az Écsi Rábaringen, több évig, te hogy önálló bajnoki forduló lett volna Győrben. Igen, nem volt, tehát elég nagy falatot vállaltatok be így elsőre. Hát gondolom, hogy ez a szervezés szempontjából is egy iszonyatosan nehéz dolog, és én, ha most nekem azt mondod, hogy ezt valahogy el kéne kezdeni gondolkodni ezen, azt se tudom, hogy hova kapnék így hirtelen, hogy mi az, amivel elkezdeném. Tehát az első lépések azok mik voltak? Igazából azt mondom, hogy hál' Isten egy elég összeszokott profi szakmai stáb dolgozott ezen az egész rendezvényen, illetve korábbi rendezvényekről más városokból voltak tapasztalatok, amiket tudtunk itt is hasznosítani. Nyíregyházán és Zempléni térségben rendeztünk Rally Európa bajnoki futamot, ugye említettem Zalaegerszegen ezeket a rally show-kat, szóval ez mindenféleképp egy nagyon jó kiindulási alap volt, és akkor ugye belecsöppentünk itt a győri régióba, ezeket a korábbi tapasztalatokat kamatoztattuk, de ami a legfontosabb része volt az egésznek, talán, hogy megfelelő pályákat találjunk, és ezeken elkezdtünk ötletelni, hogy akkor merre felé lehetne elmenni, mi az, ami Győrhöz legközelebb felelhető pálya.
ilyen régi 90-es évekbeli, 2000-es évek elejé műsorfüzeteket böngésztem, hogy milyen olyan területek vannak, amiket esetleg lehetne hasznosítani, akkor azokat elmentem, lejártam az összeset, hogy mi az, ami még olyan állapotban van, hogy lehet használni, vagy mi az, ami esetleg murvás lett, és akkor gyakorlatilag így indult ez az egész, és így tudtunk visszahozni akár egy olyan pályát, ami a régi időkben egy kultikus volt, akár ez a Cseszneki szakasz, ami azt mondom, hogy így előzetesen senki nem gondolta volna, hogy a mai fejlett autók, illetve futóművek számára nem lesz annyira élvezetes, mint mondjuk ez volt a 70-es, 80-as években, de azt mondom, hogy ezt meg kellett próbálni, és így a tavalyi visszajelzések alapján 24-re tudtunk még egy szintet lépni szerintem, így akár a pályák tekintetében is. Ugye visszajöttek olyan legendás szakaszok, amik nagyon-nagyon régen voltak utoljára. Igen, ez szerintem nagyon jót tett a hazai autósportnak, hogy nem olyan pályákon kell versenyezni, ahol több éve, évtizede igazából nagyon nem lehet újat kitalálni, mindenki ismeri minden egyes méterét. Most azért volt feladatuk a versenyzőknek, hogy tényleg teljesen ismeretlen pályákat kellett feldolgozni. Aki esetleg korábban több évtizede versenyzett itt, neki is azért az emlékei jócskán megkoptak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt komoly feladat hárult mind a pilótára, mind a navigátorra, hogy ezt sikeresen tudják teljesíteni. Mitől lett az év versenye az első Győr Rally? Erre talán azt nem mondani, hogy szerintem irgalmatlan mennyiségű munkát beleraktunk, és én azt az elvet vallom, hogyha ha mindent megteszünk, akkor annak meg lesz az eredménye. Úgyhogy időben elkezdtük a szervezést, több hónappal, akár fél évvel a verseny előtt már erőteljesen dolgoztunk a verseny sikeres lebonyolításán, előkészítésén, illetve próbáltunk figyelembe venni olyan akár nemzetközi standardeket is, ami alapján jobbá tehető, vagy egy kicsit mássá tehető a verseny, mint mondjuk a korábban megszokott magyar bajnoki futamok. És hogy a háttérben nézzünk egy kicsit bele, hogy mekkora szervező csapat dolgozik egy ilyenen. Ugye a TRP-nek, én most itt a második rallin találkoztam azzal a részével a szervező csapatnak, akik a rajdobogó, a céldobogónál, tehát a ceremónia részénél ott voltak, de közben ők is mentek ide-oda, volt egy csomó feladat, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ők ott töltötték az egész napot, és várták, amíg ezek az autók elindulnak, vagy célba érnek, és akkor ott átmennek a rajdobogon, céldobogon. Tehát itt a szervezésből mindenki szerintem maximális fordulatszámon kivette a részét, de hogy mekkora csapat dolgozik egy ilyen rally lebonyolításon? Hát ezt úgy tudnám mondani, hogy mondjuk így az első időszakban, mondjuk így napi szinten, aki ezzel foglalkozik, egy pár főről indulunk, és mondjuk egy ilyen 10 főig felbővülünk körülbelül, és akkor úgy közeledünk a rendezvényhez, ott pedig a több száz, akár már az 1000 főt megközelítő versenybírókkal, pár személyzetet is megközelítjük, ilyen így, ahogy említetted, a sportbírók, a biztonsági személyzet, a rendőrség, úgyhogy egy versenyhez közeledve eléggé felbővülünk. Beszélgettem régi rallisokkal, akik versenyszervezésben is otthon voltak, szerveztek régebben versenyeket, vagy akár napjainkban is. És azt mondták, hogy azért kell ehhez egy ilyen profi csapat, mint amilyen a tiétek, mert ők a versenyszervezéshez értenek. Tudják, hogy hogyan kell egy-egy gyorsaságit lebonyolítani, hogyan áll össze egészé ezeknek a sora. A pályabíróktól kezdve minden, ami szükséges ehhez, ők ezt tudják. Viszont a show részét nem tudják hozzátenni. Azt, hogy ez kinézzen valahogy, hogy ennek olyan legyen a promóciója, ami ennek lennie kell. Hogy ez oda vonzza az embereket, hogy legyen rengeteg néző. Ők ezt nem tudják, és ehhez kell egy olyan csapat, ami viszont ezzel is képben van, és van tapasztalata az autósport különböző szakágaiból. Én azt gondolom, hogy ebben is azért tudtunk sikeresek lenni, mert egy nagyon felkészült, illetve a rendezvényipar több szegmenséből érkező szakmai stábbal tudunk együtt dolgozni, hogy tényleg a sportszabályokat is napra készen követik a kollégák, benne vannak az FIA Nemzetközi Autósportbizottság napi életében, napra készek a szabályokkal, ez ugye azért is nagyon fontos, hogy Rally Európa bajnokság kapcsán is ezeket a dolgokat kamatoztatjuk, illetve a stáb egy jelentős része pedig
a rendezvényiparból érkezik, akár strandfesztivál, szigetfesztivál, szakmai lebonyolítói, úgyhogy azokat a tapasztalatokat, amiket ott meg tudnak szerezni, azokat is próbáljuk belegyúrni kicsit az autósportba, illetve látni kell, hogy a világ azért rettentő sokat változik, akár pár éven belül is, nemhogy évtizedekről beszélünk, hogy korábban tényleg elég volt az, hogy volt tényleg egy száraz rally verseny, hogy úgy mondjam, mindenkit az érdekelt, hogy elsuhantak az autók, és tök jó volt. Most már inkább az embereknek kell az, hogy legyenek kiegészítő programok, egy kicsit elkényelmesedett mindenki, hogy említettem ez a, itt mi is régen csináltunk, hogy sátrazunk, kim vagyunk a pálya szélén, ez egyre kevesebb már, egyre kevesebb ideje van az embereknek, valamint az internet széleskörű elterjedésével napra készek minden infóval kapcsolatban, hogy sokan vannak úgy, hogy ki sem mennek a pálya szélére, hanem online követik az eredményeket, a fotókat, a videókat, pár percen belül fent van minden a neten. És erre kell valahogy reagálni rendezvény szervezői oldalról is, hogy vonzóvá tudjuk tenni, vagy vonzó közegként tudjuk tartani ezt az egészet szurkolók számára. Úgyhogy ez az irány. Vannak ebben ilyen nemzetközi standardek, vagy amiket külföldről lestek el, hogy ott valamit nagyon jól csinálnak, akkor azt itt is megvalósíthatjuk, vagy előbb-utóbb ebben tényleg el lehet jutni egy olyan szintre, hogy majd mások nézik azt, hogy ti mit csináltok, mert hogy annyira jól sikerült, és itt a visszajelzésekből, az első-második Győr Rallynak a nézői, versenyzői visszajelzéseiből én inkább e felé hajlok, hogy ez egy ilyen, akár egy ilyen etalon is lehet, mert tényleg itt a második is remekül sikerült, hogy szemezgetünk versenyzőknek a nyilatkozataiból, mert nagyon érdekes, amiket mondtak. Igen, azt mondom, hogy ugye, ahogy említettem, a szakmai stáb több része, több tagja is akár dolgozik, akár szakmai utakon vesz részt nemzetközi futamokon. Itt mindenki próbálja hazahozni azokat a dolgokat, amit az itthoni viszonylatokban is be lehet építeni, valamint külföldről is, akár Romániából, Ausztriából is érkeztek olyan megkeresések, hogy eljönnek a versenyünket megnézni, hogy mi az, amit ők tudnak kivinni, mert értesültek róla, hogy ez egy nagyon jó rendezvény, és ők is szeretnék a hazai futamaikat fejleszteni. Úgyhogy ez is egy nagyon jó visszajelzés, hogy úgymond hozzánk is jönnek már tanulni a külföldi kollégák. A nézőszám meglepett benneteket? Alapvetően igen. Szóval az, hogy említettem, hogy a rally helyzete azért nem a legjobb manapság. Ahogy említettem, az emberek elkényelmesedtek, az internet elterjedt, egyre kevesebben mennek ki a pályák szélére, és ehhez képest itt a győri versenyek kapcsán elég szép számú nézősereg gyűlt össze, akár a városi szakaszon, akár a külső szakaszokon, a Rábaringen, úgyhogy ez mindenképp egy jó visszajelzése volt annak, hogy jól csináljuk a dolgunkat. Itt ugye Csomós Mix is nyilatkozta a verseny után, most ott legutóbbi, nyilván az elsőről is nagyon jó véleményük volt, de most itt azt hozzátette, hogy szerintem nagyon jó verseny volt, és hogy szerintem milyen rendezvények kellenek a Magyar Rallyba, amit egyrészt a rendezőváros is ennyire támogat, családok is szívesen jönnek el, és a show része is megvan, meg hogy itt a Rábaring az egy szerencsés helyzet, hogy könnyen megközelíthető voltak erdei szakaszok, és ez nagyon jól össze volt rakva. Mik voltak a legkellemesebb, legjobb visszajelzések, amik jöttek hozzátok, amire tényleg azt mondjátok, hogy büszkék lehetünk rá? Például az erdészetek egy nagyon érdekes dolog, amikor elkezdtünk tevékenykedni akár a környéken, akár más régiókban, bizonyos szakaszokat nagyon nehezen tudunk megkapni. Az erdészeteknek, nemzeti parkoknak sajnos vannak, vagy voltak rossz tapasztalataik korábbi rendezvényekről, és azt mondom, hogy ez sikerült annyira megfordítani, hogy úgymond tényleg egy partnerként kezelnek minket, és most is, hogy véget ért a verseny, végigjártam a különböző erdészeteket. Egy érdekes dolog, hogy itt a győri verseny kapcsán 4 különböző erdészettel dolgoztunk együtt, és kivétel nélkül az a visszajelzés érkezett, hogy szeretettel várnak minket jövőre. Hogy tényleg egy jó kapcsolatot sikerült kialakítani, megvan a bizalom mindkét fél számáról, ami szerintem fontos, hogy egyik fél se él vissza ezzel,
Úgyhogy az az elvek szerint próbálunk előre menni, hogyha valahova megérkezünk, megkapunk egy területet, akkor azt szeretnénk úgy visszaadni, hogy utána szívesen lássanak minket. Illetve még a rendőrség részéről is egy nagyon pozitív visszajelzést kaptunk, hogy ugye itt az idejében eléggé megszigorodtak a jogszabályi követelmények. A Győr Rally volt az első olyan nagyobb automotorsport rendezvény, ahol ezeket be is tartatták, és ennek azért elég nehéz volt megfelelni, nagyon sok plusz munkát rót rám, illetve a kollégákra is, de ezt maximálisan sikerült teljesíteni, és a rendőrség visszajelzése alapján annyira pozitív volt az ő megítélésük is, hogy sportrendezvényen, hogy ennyire gördülékenyen menjen minden, amit előre megbeszéltünk, az úgy történik, hogy ilyen nem nagyon volt a pályafutásuk alatt. Szervezőként, győriként te tudtad úgy felszabadultan élvezni ezt az egész versenyt, mint amit mondjuk szurkolóként átéltél korábban? Vagy ilyenkor egy szervező azért kicsit bele van feszülve ezekbe a dolgokba, mert annyi minden kell betartani, hogy te is mondtad, annyi minden apró, nagyobb és apró szegmense van ennek a szervezői munkának, aminek klappolni kell, aminek ott kell lenni, amin elcsúszhat. Egy kis banánhéj, amin elcsúszhat az egész. Hogy ez ott van az ember fejében, és inkább amikor vége van, akkor azt mondja, hogy megkönnyebbültem, tök jó volt, de hogy azért én szurkolóként ezt most annyira nem élveztem. Nyilván teljesen más szemmel nézi az ember ilyenkor a rendezvényt, valamint az, hogy hát gyakorlatilag én az idén január-február óta már tevékenykedtem a Győr Rallyban, szóval hogy onnantól kezdve így minden info így a fejembe összegyűlt a versennyel kapcsolatban, minden egyes kis szegmense. Viszont ami egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy a hétvége alatt, amikor már zajlottak a gyorsági szakaszok, teljesen nyugodtan végig tudtam járni minden olyan részét a versenynek, ahol bármilyen esemény történt, akár ez egy nézői pont, akár egy tankolózóna, gyorsági szakaszok, és ez azért volt szerintem, mert nagyon alaposan előkészítettük a versenyt, és mire eljutottunk odáig, hogy elérkezett a várva várt hétvége, mindenki tudta a dolgát, mindenki tevékenykedett, és tényleg gördülékenyen ment az egész, nem az volt, hogy ilyen adhok jellegű dolgokat kellett folyamatosan megoldani. Szervezés... Hát nyilván sokrétű, erről beszélgettünk. Fontos az, hogy legyenek támogatók, fontos az, hogy legyen egy befogadó közeg, akik azért hozzáteszik a magukét, egy befogadó város. És legyen mellette akár egy olyan intézmény, mint amilyen a Széchenyi István Egyetem. Ugye fontos, tehát a járműipar szempontjából is fontos, nyilván szakemberképzés, egy csomó mindent behozhatunk ide, mint az autósporthoz kötődő téma vagy képzési forma. És ők is hozzá tudták tenni a magukét. Ez egy nagy egymásra találás volt szerintem itt a szervezők, a város meg az egyetem részéről. Igen, ez abszolút így van. Szóval, hogy tényleg elvitathatatlan az érdeme akár a városnak, akár a Széchenyi István Egyetemnek abban, hogy ez egy ilyen sikeres rendezvény tudott lenni. Az egyetem részéről is volt egy delegált csapat, aki a heti, napi munkafolyamatokban részt vett és segítette a rendezvény előkészületeit. Illetve nagyon jó helyszínt biztosítottak annak, hogy a belvárosi szakasznak egy ilyen jó nyomvonala legyen, valamint hogy a tavalyi évhez képest még a infrastruktúra is sokkal fejlettebb volt, több mosdó állt rendelkezésre, több vendéglátóegység get biztosítottak, akkor egy gyalogos híd lett építve, hogy a szurkolók zavartalanul tudjanak közlekedni a verseny alatt is, úgyhogy mindenféleképp egy nagyon, nagyon pozitív és követendő példa lenne ez más városoknál is, hogy tényleg a rendező ennyire szoros kapcsolatba tudjon dolgozni a várossal és egy ekkora intézménnyel. Ugorjunk vissza a szervezőből megint egy kicsit a rali szurkoló meg a szakmabeli bőrébe, vagy a versenyző bőrébe. Hogyha ilyen szemmel tudtad nézni, akkor melyik volt neked az abszolút legszebb pillanata ennek az egész versenynek, és most itt konkrétan a verseny és ne a szervezési hátteret nézzük. Tehát, hogyha csak szurkolóként nézel bele, melyik versenyző, melyik pillanat, ki ment úgy igazán jól, ki volt egy kicsit csalódás, szakmázzunk egy kicsit. Igazándiból az, hogy
az idejében vissza tudtunk hozni két olyan pályát, ami tényleg több évtizede volt, illetve mondjuk akár így turistaként járt ott az ember, vagy biciklivel, és amikor láttam, hogy ez megvalósul, kínáltam a pálya szélén, láttam, hogy ott jönnek a versenyautók, az egy hatalmas élmény és elégedettséggel töltött el, hogy ezt sikerült összehozni, és amikor a versenyzőktől jöttek a pozitív visszacsatolások ezekről a pályákról, az meg tényleg azt mondom, hogy pont volt az íre, hogy ez tényleg egy hatalmas élmény volt. Így a versenyzői részről azt mondom, hogy akik részt vettek a futamon, szerintem egy nagyon jó mezőny állt össze, látványosan közlekedtek a pilóták, ez annak is köszönhető, hogy ezek az új szakaszok azért, hogy mondjam, tényleg ilyen régi klasszikusok, hogy igazi rally pályák, van felhordás, nagyon jó vonalvezetés, ezáltal sokkal látványosabbak, nem a pályaversenyzés irányába megyünk el, hanem tényleg a kőkemény rally, mert szerintem ez hozzátartozik a rallyhoz. És azáltal, hogy ilyen pályák voltak, az egész mezőny látványosan tudott közlekedni, szerintem ez a szurkolóknak is egy jó dolog volt. Ugye csak az abszolút végeredményt nézzük, ugye akkor itt duplázás volt, hiszen eddig két Győr Rallyt, mind a kettőt Csomós Mixék nyerték. Tavaly ugye nem tudtak bajnoki címet szerezni, mert megnyerték ugyan a futamot, de a bajnoki cím nem az övék lett a legmagasabb kategóriában, úgymond. Ezt hogy láttad te szurkoló szemmel? Hát igen, a Mixék nagyon, nagyon gyorsak. Mindig is gyorsak voltak, de az évek alatt... ez még egy felsőbb szintre emelkedett, illetve egyre stabilabbak is, egyre kevesebb a hiba. Ez szerintem hozzátartozik a korábbi években megszerzett nemzetközi tapasztalat, mert azért láthatjuk, hogy ha elindulnak egy Európa-bajnoki futamon, akkor a bajnokság elejében tudnak menni ott is. Mindenféleképp a legfontosabb, hogy valaki gyors legyen, az az, hogy minél több versenykilométer legyen benne, illetve minél több tesztkilométer. Szerintem ők nagyon jól tudják kamatoztatni, de a mezőny többi része, illetve akik dobogóra tudtak még állni, ők is azért tudtak lépést tartani velük, úgyhogy szerintem egy nagyon erős élmezőnye van a magyar rallinak. Még mindig fiatal versenyzőként, szervezőként a győri rally versenyzőket, a győri fiatalokat, hogy látod? Itt ugye most Faltos Dávid tudott elindulni ORB2-ben, most már a versenyzői engedélyével is meg is nyerte a rally másodosztályt, hídvégiek is itt vannak, ugye van feltörekvő ifjú generáció, mindig az öregebbeket szoktuk erről kérdezni, hogy ti hogy látjátok, hát te még nem az a korosztály vagy, de te ezt hogy látod a győri rally? Én azt látom, hogy tényleg a srácok nagyon, nagyon ügyesek, nagyon tehetségesek. Megvan mögöttük az a háttér is, hogy tudják ezt a sportot űzni, illetve tényleg annyi versenykilométer van már mögöttük így a fiatal koruk ellenére is, hogy szerintem ezt sokan megirigyelhetnék akár az első osztályú mezőnyből is. Szóval, ha ezt így ebben a formában tudják továbbvinni, illetve egy szépen felépített pálya ív van mögöttük, mert tényleg a ranglétrákat betartva így a nagyobb autóba ültek, én azt gondolom, hogy fognak ők még szép eredményt elérni a hazai bajnokságok életében. De végére tartogattam azt a kérdést, vagy azt a kérdéskört igazából, aztán, hogyha egy kérdésre egy válaszsal megadod a választ, akkor az úgyis jó, hogy milyen jövőt terveztek a Győr Rallynak. Az első kettő ugye óriási siker volt, ezt tudjuk, a versenyzők szakma visszajelzései, nézői visszajelzésekből. Hova futhat ki ez az egész? Mert én ott kérdeztem a kulisszák mögött, a céldobogónál, a szervezők közül néhány embertől, hogy na és akkor milyen új ötletek vannak, vannak-e újak? És persze mindig mindenből tanulunk, egy kicsit már megvannak az ötletek, hogy hogyan visszük tovább. Ami ebből már most publikus, mi az, amit el lehet mondani, merre felé tart a Győr Rally? Lesz-e valami változás, vagy egyszerűen annyit tudsz mondani, hogy oké, magasra tettük a lécet, és ezt szeretnénk évről évre megugrani. Én azt gondolom, hogy mindig van tovább, mindig lehet fejlődni, ami szerintem a mi versenyeinknek az egyik sikere még, hogy nem az van, hogy a korábbi évek sikeres rendezvényeihez visszanyúlunk, előveszünk ugyanazokat a pályákat ugyanabban a formában,
megvannak a kész anyagok, és akkor letesszük az asztalra, és akkor ez lesz jövőre is, hanem próbálunk mindig megújulni. Szerintem ez a versenyzők számára egy nagyon fontos dolog, hogy nem egy csikúvá válnak a versenyek, hanem tényleg próbálunk új pályát behozni, a meglévőeken valamit variálni, akár az irányát megfordítani. Úgyhogy nyilván azt mondom, hogy valamilyen szinten kötöttek a lehetőségek, de jövőre is szeretnénk a verseny összetételében megújulni egy kicsit. A versenyzői visszajelzéseket figyelembe vettük a 23-as évet követően, ezeket próbáltuk beépíteni az idei versenybe, aminek egy jelentős része szerintem jól sikerült. Ezt ugyanúgy meg fogjuk tenni most is, szóval folyamatban az, hogy a versenyzőktől gyűjtjük be az észrevételeiket, ami olyan, azt megfogadjuk, és szintén a 25-ös rendezvénynél szeretnénk ezeket kamatoztatni. Valamint nem titkolt célunk az, hogy versenyt elvigyük egy kicsit nemzetközi irányba is, úgyhogy itt is több lehetőség van, több olyan bajnokság van, akivel tárgyalunk a jövőről, bízunk benne, hogy ezek meg tudnak valósulni, és még magasabb szintre tudjuk emelni ezt a Győr rallit. Sok sikert kívánok nektek ez a rendezvény további szervezéséhez, mert nagyon jó lenne ezt megtartani, bármilyen formában is, csak létezzen a továbbiakban, és hogyha már 3 évtized után visszatért, akkor ezt a szintet tartani. Kristóf, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és erről tudtunk beszélgetni, egy kicsit a kulisszák mögé betekinteni. A nézőinknek pedig továbbra is ajánlom YouTube csatornánkat, a Győr Televízió YouTube csatornáját, illetve ennek a beszélgetésnek a hanganyaga a Győr Rádió SoundCloud csatornáján is megtalálható. We'll be right back.